Ennek a videónak egyszer már nekiültem, és eredetileg arról szólt volna, hogy a Name Unity Nova az hogy szól mondjuk a Hegel H360-hoz képest. Ugye ugyanazon árfekvés nagyjából, az egyik 1,7 millió, másik 1,8 millió. Nyilvánvalóan a Nova, hogyha egy kicsit így utána néz valaki, akkor rájön, hogy az jóformán funkcionalitás szempontjából mindent tud. A Hegel nem mindent, valamit igen, de nem annyit, mint a Nova. Tehát ugyanazon árfekvésben nyilvánvalóan az egyik sokkal többet ad funkcionalitás és élhetőség szempontjából. A másik meg jobban szól-e vagy sem ugyanannyi pénzért, vagy hol kötünk kompromisszumot? A Novánál kötünk kompromisszumot a hangminőség miatt, míg a Hegelnél funkció szempontjából kell kompromisszumot kötni, de viszont jobban szól-e? Ugye ez lett volna az alapvető témája a videónak, amit majd említeni is fogok, meg valószínűleg érinteni közelgő videóban. Viszont szerintem sokkal érdekesebb az, ami ezután történt velem, hiszen hozzám került az Exposure-nek az XM sztereó erősítője, ami egészen más világot képvisel, mint az a másik kettő erősítő, de főként a Nova, mert ugye az az, ami szerintem minden szempontból modernebbnek nevezhető, vagy dizájnosabbnak, mondjuk inkább így. Az Exposure az semmit nem tud, még csak nem is kifejezetten néz ki jól, egyszerű fapad kialakítás. Na most a hatalmas különbség ezen termékek között, hogy az Exposure-nél a 480 ezer forintos ár, az jóformán 100%-ban arról szól, hogy hogyan szól. A Hegel esetében mondjuk azt, hogy 90%-ban, mert hogy ott van egy streamer részleg, ami UPnP-t ad, én szerintem költség szempontjából az nem lehet olyan gigászi, mint ami a Nova esetében, hiszen a Novában minden van, tehát ott még Chromecast is van építve, Tidal connectezni tudsz, van egy színes kijelződ, egy szoftver mögötte, van egy világítós hangerőszabályzód, ami tulajdonképpen egy design elem, van egy világítós távvezelőd, ami mozdulatra elkezd világítani, tehát hogy ott olyan sok mindent kapsz az 1,7 millió forintodért, hogy felmerül a kérdés, hogy tulajdonképpen akkor a hang önmagában mennyi. Mert hogy nyilván az Exposure-nél, hogy 480 ezeret kifizetsz, ott tudod, hogy nem a funkciót veszed meg, hanem csak a hangot. A Novánál 1,7-ért annyi mindent kapsz, hogy nehéz kiszűrni, hogy akkor most ez mennyi forintért is szól. Ami tudom, hogy egy idétlen kifejezés, de jogos a kérdés szerintem. Szóval az alaptörténet az az, hogy már egy pár napja járatom és hallgatom a Neat Acoustics-nak a hangfalait, ami a Motif sorozatból az SX1-es, és az IOTA sorozatból a kis IOTA, meg az IOTA Alpha. Na most itt főként az IOTA Alpha és az SX1-esről van szó, amit mögöttem is látszik, ez a kis picike az IOTA Alpha, ez pedig az SX1-es, ami a Motif sorozatnak a legnagyobb állója. Az érdekesség az, hogy Hegelen és Naim Unity Nován hallgattam ezt eddig. Ott leszűrtem valamilyen tapasztalatot, és ezt akartam átadni eredetileg ennek a videónak a keretein belül, hogy mi a különbség és hogy melyik működik szerintem jobban. Na most a Novával még barátkoznom kell, mert annak ellenére, hogy a Neat hangfalakat nagyon sokan Name erősítőkkel párosítják, és főként az Atommal, Novával, meg egyesek még a Starral is, hogyha Google-on rákeresünk, akkor ezer ilyen kép van. Viszont én azt gondolom, hogy ez nagyon elviszi a hangképet valamely irányba. A Novának a hangja elég izmos mély tartományban, tehát van ott egy jó nagy hung, amit imádok, viszont közép és felső tartományban nagyon puha, nagyon lágy, kifejezetten talán egy kicsivel sötétebbnek mondhatnám, vagy ilyen hangulatosnak. Ez nyilván elsősorban egy karakterbéri kérdés, nem hangminőségé. Tehát az, hogy valaminek milyen tónusa van, tonalitása, az nem egy minőségbéli, nem is tudom, mérce, hanem hogy neked az a habitus tetszik-e, vagy sem ügye. Vagy hogy az adott rendszerben ez működik-e, vagy sem. Na most én azt gondolom, hogyha valaki ezt a picivel sejmesebb, lágyabb és nyugodtabb hangot keresi, akkor a Nova hangja az valószínűleg célba talál ilyen szempontból. Viszont nálam nem annyira jött be, mert hiányzott nekem a kellő szeparáció és artikuláció. Nem érzem azt, hogy különböző közép- és felső tartományban egyszerűen csak lenne elég távolság bizonyos hangok között, nem rak egy egyértelmű szünetet két hang közé, ahol tudom, hogy van szünet, mert 100 másik erősítőn van szünet, a Novánál nincsen. Tehát egy kicsit így egybe simogatja a dolgokat, ami egy nagyon-nagyon kedves hallgatási élményt ad. Viszont, hogyha te nem ezt keresed, akkor egyszerűen csak nem működik a dolog. És el is gondolkodhatott alapvetően, hogy nem véletlen az, hogy a fokál és a Name az jóformán egy tulajdonban van, mert a fokál az a full másik véglet,
így hangkarakter szempontjából. Tehát ott, ha a legolcsóbb és felsőbb kategóriás példányokat nézzük, akkor amiben megegyeznek egymással az az, hogy a magas sugárzó az brutálisan élénk és csilingelő. Ez szerintem mindenkinek azonnal feltűnik, hogyha egy olyan erősítőn hallgatja, ami ezt nem nyomja el. Nem tudom, hogy milyen mértékben lehet ezt egyébként puhítani, lágyítani, de bizonyos szintig bizonyára lehet. Viszont ami számomra egy kicsit ilyen ellentmondásos, hogy miért van az, hogy mondjuk a fokál hangfal az nagyon izgatott, energikus, közvetlen és élénk ilyen magas sugárzó szempontjából, míg a Name a full másik véglet. Nekem fura, hogy miért kell egy Name Novával letompítani egy fokálnak a hangját. Hogyha a fokál hangja az úgy jó, ahogy a legtöbb erősítőn működik, akkor a Nova az miért húzza vissza egy kicsit sötétebbe? És nyilván lehet azt is nézni, hogy akkor a fokál hangja és a Name Nova hangja valahol félúton találkozik, és akkor az úgy egy olyan szinergia, ami brutál jó, és ez az, amit nagyon sokan szeretnek, simán lehetséges, mert működik a dolog, és látjuk, hogy világszinten nagyon sokan használnak ilyet. Csak én alapkoncepció szempontjából nekem ez így fura volt eddig. Hogyha a Novát párosítom az IOTA alfával, aminek ugye ribbon magassugárzója van, akkor nagyon szépen kihozza azt a tartományt, vagy azt a részleget a térben, ami számomra egy kicsit túl távol volt, vagy túl össze volt így mosva. Úgyhogy az sokat javított a dolgom, de érzem azt, hogy egyszerűen van a középtartomány, ami mondjuk így lentről indul, és utána a magas sugárzó kapja a szerepet az erősítőtől, és az meg már így kiugrik. Egyszerűen valahogy nem volt szinergia a dologban. Nem volt az az érzetem, hogy akkor ez így most nagyon jól működik együtt. És ez egy szőrszálasogatás, tehát azt mindenképpen szeretném hangsúlyozni, hogy ha egy ilyen hangfalam lenne egy ilyen erősítővel, akkor hosszú távon halálboldog lennék vele. Tehát nem arról van szó, hogy nem fogadnék el egy ilyet, hanem arról van szó, hogy ha bele akarunk kötni, akkor bele lehet kötni. Na most csak, hogy helyre rakjam a dolgokat, hogy milyen hatás honnan ered, a Hegel esetében ezek a problémák egyáltalán nem voltak jelen. Tehát a Hegel H360-as, amikor bekötöttem, akkor a szeparáció, tér, a szünet a hangok között minden ott volt. Tehát semmi ilyen probléma nem fogalmazódott meg bennem a Hegel esetében. Viszont a Hegel meg talán egy kicsit túl kontrollálta a mély közép sugárzókat, és túl feszes lett a mély. A mély szempontjából a Name Unity Nova szerintem jobb volt. Közép-magas szekcióban szerintem meg nem, ott a Hegel volt az, ami nekem jobban bejött. Na de most ezt rakjuk egy kicsit odébb, és robbantsuk be a bulit azzal, hogy az Exposure XM 480 ezer forintért egyszerűen csak jobb volt. Tehát ültem, és nem hittem el, hogy harmadáron jobban élvezem az Exposure-nek a hangját a Neat hangfalakon, mint ahogy azt majdhogy nem a Hegelen is, meg a Name Unity Nován is tapasztaltam. Ott volt az a közvetlenség, amikor majdnem meg tudod érinteni a hangot, tehát megjelentek azok a dolgok, amiket nagyon durván hiányoltam mondjuk a Novánál. Ami sokkal többet számít teljes rendszerépítés szempontjából, hogy a szinergia milyen. Tehát nem az számít, hogy te rádobsz 1,7 millió forintot a szettedre, és akkor veszel egy Novát, vagy veszel egy Hegelt, vagy veszel bármit, ami 1-2 millió forintba kerül, és akkor az jó lesz. Egyáltalán nem ez a legfontosabb. Az a legfontosabb, hogy a szinergia és a koherencia rendszeren belül hogy működik. Hogy az A termék a B termékkel hogy működik együtt. És az Exposure 480-ér ezzel a Neat hangfallal karomat teszem rá, hogy ha áthívnék ide embereket, akkor a többségnek jobban tetszene a 480 ezeres erősítő ezen rendszerbe, mint az 1,7 milliós. Nyilván funkciókat nem kapod meg, tehát kell külön venni egy streamert, az egyébként a Note 2 ívott a saját dakjával, tehát nem is az van, hogy egy külső dakot használtam, a Note 2 saját dakjáról beszélgetünk most, és egyszerűen csak valamiért jobban működött a dolog. Úgyhogy azt gondolom, hogy így is érdemes nézni a set építésre, termékvásárlásra, hogy ne gondoljuk azt, hogy azért, mert valami többe kerül, egyszerűen csak jobban fog működni a rendszerünkben, mert egyáltalán nem. És egy hatalmas öröm az, amikor az ember felfedezi, hogy harmadáron kaphat az adott rendszerbe egy olyan komponenst, ami jobban működik. És valószínűleg innen születnek azok a kijelentések is, hogy hát az én erősítőm az leszólja a 2-3 milliós dolgokat, és valószínűleg pont innen ered, hogy megtalálja az adott ember azt a tökéletes, milyen mikro közösséget így a termékeken belül, ami egyszerűen csak nagyon jól működik együtt.
A Unity Novát majd nyilvánvalóan letesztelem más hangfalakkal is, és akkor egy teljes körű beszámolót adok arról, hogy milyen hangja van, milyen ezt használni, és nagyjából mit lehet ettől elvárni. Azt így előjáróban azt mindenképpen szeretném hangsúlyozni, kézzel azért, mert tudom, hogy ebben a videóban most olyan, mintha ez nem lenne egy jó termék, viszont erről szó sincsen. Ez nyilván csak a karakter az, amiről most itt beszéltem. Működési elv, felhasználói barátság, kialakítás, design, minden szempontból azt gondolom, hogy egy 10/10 termék. Tehát nagyjából azt kívánom, hogy ebbe az irányba nagyon sok más gyártó is menjen el, minimum annyira csak, hogy adjon egy ilyen lehetőséget számunkra, hogy azt az adott gyártói karaktert megkapjuk egy ilyen csomagolásba rakva. Szóval megpróbálok még idén összehozni vele egy teljes körű tesztet.